Egymást váltotta a mikrofonnál Balogh Zoltán miniszter és Kásler Miklós, az onkológiai intézet vezetője 2 éve. Akkor azt jelentették be, hogy megtörtént az első tüdőtranszplantáció Magyarországon. Hamarosan újból váltják egymást, méghozzá a miniszteri székben. Az új kormányban Kásler Miklós vezeti majd az Emberi Erőforrások Minisztériumát. Kásler Miklós sebész és onkológus orvos, 24 éve vezeti az Országos Onkológiai Intézetet. A főleg daganatos betegségek kezelésével foglalkozó intézmény a vezetése alatt hatalmasra nőtt, több mint 300 ágyal, 1000 dolgozóval és naponta 2000 beteggel. Kásler doktor nevéhez fűződik az onkológiai ellátás országos centralizációja is, vagyis az, hogy a daganatos betegségek kezelésére országszerte onkológiai centrumokat hoztak létre. 6 éve még ezért küzdött, az RTL híradónak akkor arról is beszélt, hogy milyen nagy probléma, ha sok betegnél hónapok telnek el a diagnózis felállításáig. A gyógyítás körülményei lényegesen nehezebbek, a gyógykezelés sokkal többe kerül, és a gyógyulásnak az esélye csökken. A centralizálás ezeket a körülményeket szüntetné meg. A 68 éves onkológus professzor az elmúlt években történelmi kérdésekkel foglalkozó műsort is vezetett az állami tévében, Nemzeti Nagy Vizit címmel, és gyakran mondott vélemény tudományos vallási kérdésekben is. Kifejtette például, hogy a világ mindenség keletkezését leíró ősrobbanás elméletre nincs semmilyen bizonyíték. Einstein híres képletét, az E egyenlő M/C négyzetet pedig már régen megcáfolták, de voltak a mindennapi életet érintő elképzelései is. A saját találmány jelzem, nem plágium, hogy a legtökéletesebb népegészségügyi gyűjtemény, tudnék, a halálos betegségeknek jó 70-80%-át a 10 parancsolat megtartásával el lehet kerülni. A leendő emberi erőforrás miniszter kutatócsoporttal vizsgálta az Árpád-háziak DNS-ét is. Egészségügyi vezetők a Heimpál kórházban még szeptemberben. A sürgősségi és baleseti ellátás fejlesztését jelentették be, azért ott, mert ez a kórház lesz az új rendszer budapesti pillére. A főigazgató Nagy Anikó akkor a rendszer előnyeiről beszélt. Jó minőségű műszerek, koncentrált szakmai tudás fog kialakulni, és a program végére létrejön Magyarországon egy igen magas szintű, kiemelkedő gyereksürgősségi és gyerekbaleseti hálózat. Az új rendszer megvalósulását ő maga koordinálhatja majd az új kormányban, ugyanis dr. Nagy Anikó vágya Ónadi Szűcs Zoltánt az egészségügyi államtitkárság élén. Nagy Anikó orvosi és orvos közgazdász diplomával, valamint több szakorvosi végzettséggel is rendelkezik. 6 éve vezeti a Heimpál kórházat, melyet hatalmas adóssággal vett át, és ezt sikerült lefaragnia. Ő lesz Novák Katalin családügyi és Szabó Tünde sportügyi államtitkár mellett a 3. női államtitkár az Emberi Erőforrások Minisztériumában.